mindenki el tudja dönteni, hogy ez engem érdekel, nem érdekel, tehát tud választani. Rendhagyó osztályfőnöki órát tart Ács Rezső Szekszárd polgármestere. Nem csak a városvezető beszélt, a diákok közül is többen éltek a lehetőséggel, és elmondták véleményüket arról, hogyan és hol képzelik a jövőjüket. A rendhagyó osztályfőnöki órának éppen ez volt a célja. Kíváncsiak vagyunk arra, és pozitívak a tapasztalatok, hogy ki képzeli el itt a jövőjét Szekszárdon, ki az, aki itt maradna, vagy visszajönne, és természetesen azt is fontosat hagyjuk, hogy visszafelé is megtudjon az információanomás. Az első Béla gimnázium után a város polgármestere még 7 szekszárdi középiskolát keres fel, hogy ott tanuló fiatalokkal beszélgessen. Nem csak a megyeszékhelyre tervezett fejlesztések kerülnek majd szóba, hanem a témák között kiemelt szerepet kap például, hogy milyen szórakozási lehetőségekre vágynak a fiatal felnőttek, vagy hogy milyennek érzik Szekszárd közbiztonságát. Azt gondolom, hogy ezek a személyes találkozások nagyon fontosak az élő együttműködés szempontjából. Annak külön örülök, hogy aktívak a gyerekek, tehát nem csak én beszélek, és nem is az a lényeg, hanem inkább az, hogy ők beszélnek, ők pedig őszintén elmondják a véleményüket, elmondják a közbiztonsággal kapcsolatos félelmeiket, esetleges javaslataikat, hogy a rendezvényeken mit kellene másképp csinálni. Milyen olyan közösségi telekre lenne még szüksége, ha jól érezzük magukat. A város vezetése most azt tervezi, hogy a későbbi fejlesztési tervekbe beépítik majd azokat a javaslatokat, amiket a diákok megfogalmaznak.